Honnan tudom, hogy igaz-e, amit az interneten olvasok? Hogyan ismerhetem fel a kamu profilokat, és egyáltalán hogyan tájékozódjak a hazugságok tengerében? Ezekre az izgalmas és rendkívül aktuális kérdésekre adott válaszokat az önkormányzat időseknek szóló ismeretterjesztő előadás sorozata, a Minden Tudás Akadémiája. A Független Média Központ trénere először arra figyelmeztetett, ma már nem lehet automatikusan elhinni azt, amit a tévében, rádióban, interneten hallunk vagy látunk. Rengeteg közöttük a fals, nem valódi tartalom, sőt nagyon gyakran ezek átverések lehetnek, becsapások, ugye vírust hozhatnak a számítógépre, nem jó minőségű terméket sóznak ránk drága pénzért, ezért a Visegrádi Alap támogatásával, a Független Média Központtal képzéseket tartunk idős embereknek arról, hogy ezeket a veszélyeket jobban el tudják kerülni. Lőrinc Marcell szerint a sok veszély ellen egyedül a média tudatosság jelent ellenszert. Boros Balázs tréner arra is rámutatott, pusztán egy fotó vágásával is teljesen ellentétes hatást lehet kiváltani. Hogyha azt akarom megmutatni, hogy a ellenséges katonák jóságosak, akkor mutatom a jobboldali képet. Ha azt akarom mutatni, hogy kiélezett a helyzet és foglyot ejtettek, akkor a baloldali képet. Tehát, hogy mi a célom azzal, mit akarok kommunikálni. Ezt az egy képet el lehet adni kétféleképpen. Szimpátiát szeretnék, de melyik oldalra szeretném azt a szimpátiát? A kurd katona oldalára, aki elesett, vagy a másik katona oldalára, aki fogságban tartja, vagy elfogta, és talán még kerekítek alá valamit, hogy mit tett az az ember. Azt gondoljuk, hogy az idősebb korosztály azért különösen fontos, mert ők egy olyan világban nőttek még fel, ahol megszokták, hogy a média az egy nagyobb kontroll alatt van, ami ott érkezik tartalom, az általában olyan szűrőkön megy át, ahol ilyen nyilvánvaló átveréseknek nem lehetnek áldozatai. Én talán a legjobban az átverős hirdetéseket hoznám ide, amelyek olyan termékeket akarnak eladni, amit senki nem ellenőrzött, általában nem jó minőségű, nem használható, viszont sok pénzbe kerülnek. Ugyanígy a vírusos oldalra vivő adathalász, akár hackerek áldozataivá könnyen lehet válni így. Tehát ezek egy nagyon egyszerű dolgok, hogyan vegyük észre, hogyha egy szerző nem hiteles, az a weboldal valójában egy létező weboldalnak a koppintása, egy másolata, akkor ezek azért olyan jelek, amik lehet, hogy nekünk, akik ebben szocializálódtunk, nyilvánvalóak, de aki mondjuk 70 év körül van, őt nagyon könnyű még félrevezetni. Aki még többet szeretne tudni a témáról, az meghallgathatja az előadás második, fake news-zal foglalkozó részét az FMK-ban.